képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a legfőbb ügyész úrhoz, választási csalázok Terézvárosban és Budapesten is címmel. Kunhalmi Ágnes képviselőasszonyt illeti a szó, parancsoljon képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt legfőbb ügyész úr! A 2014. évi önkormányzati választások során Terézvárosban választási csalás történt. Kiderült, hogy a volt smukféle párt legalább 148 esetben hamis aláírással ellátva más jelölő szervezetet, azaz a Fidesz ajánlóinak adatait használta fel. Már az ajánló ívek lefoglalása is nyögvenyelősen ment. Eddig ismereteink szerint a közel két évnyi vizsgálat során a hamisító szervezet részéről csak az elnököt hallgatta meg a hatóság. A fővárosban számos kerületben állított önálló jelölteket a smukkféle párt. Szinte mindenhol látványosan akár nagyságrenddel kevesebb szavazatot kaptak, mint ajánlást. Feltételezhető, hogy nem csak Terézvárosban, hanem máshol is, például a 8., a 11. vagy a 19. kerületben csaláshoz kellett folyamodniuk, hogy elérjék céljukat, hogy a közös demokratikus ellenzéki jelöltel szemben ők is tudjanak választásokon indulni. Vélhetően minden ilyen kerületben, Terézvároshoz hasonlóan, a Fidesz volt az együttműködő partner, aki átadta saját szimpatizánsainak adatait, hogy ezzel befolyásolni tudják a választások eredményét. Mindenre a választási törvény adott lehetőséget azzal, hogy nem kellett az összes leadott ajánlást, különösen pedig az aláírások hitelességét ellenőrizni. Tisztelt legfőbb ügyész úr, kérdezem öntől, mit tesz ön a törvénnyel lehetővé vált csalások kiszűrése, különösen pedig azok megelőzése érdekében, kezdeményezi-e a választási törvény módosítását, mit tesz ön a kizárólag a terézvárosi szocialistáknak köszönhetően leleplezett csalás felderítése, a helyi közbizalom helyreállítása érdekében? Köszönöm megtisztelő választ! Köszönöm szépen, képviselőasszony, a válaszra megadom a szót Pól Péter legfőbb ügyész úrnak, akit nagy tisztelettel köszöntöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony, az ön által említett ügyben 2014-es önkormányzati választásokat érintően a BLFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni részlege folytat nyomozást. Ezt a nyomozást legutóbb 2017. januárjáig hosszabbította meg az ügyészség. Ahogy ön is mondta, a megalapozott gyanú fennáll. Az eddigiekben két szemét azonosítottak, aki ebben a bűncselekményben részt vehetett, az egyik időközben elhunyt, a másik személy azonosságának felderítése azonban folyamatban van. Reméljük, hogy ez sikerrel fog járni. Más kerületben, ahogy ön erre utalt, nem folyik nyomozás, arra is figyelemmel, hogy a feljelentés és minden más ezzel kapcsolatos adat kizárólag erre a kerületre korlátozódott. Megjegyzem, hogy nem csak önök tettek feljelentést, hanem mások is. Képviselőasszony egyébként folyamatosan tájékoztatva van erről az ügyről, hiszen csak képviselőasszony 17 írásbeli kérdést intézett ebben az ügyben hozzám, mások még 3-at, többek között a közjogi részre is. A közjogi részben az ügyészségnek nincsen olyan hatásköre, ami ebben az ügyben felhasználható lenne. Ez a jogalkotónak lehet esetleg a feladata, hogyha úgy találja. Ami pedig a budapesti választásokat, parlamenti választásokat illeti, képviselőasszony egyik írásbeli kérdése feljelentésként lett értékelve, ott viszont bűncselekmény gyanúja nem volt megállapítható, ezért az önnek kézbesített határozat szerint szeptember 16-án a fővárosi főügyészség ezt a feljelentést elutasította. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Egy perces viszontválasz a Kunhalmi Ágnes képviselő úréja. Képviselő asszony, elnézést! Tisztelt legfőbb ügyész úr, tisztázzuk azt, és nyilván ön is tudja, hogy ön nem azért válaszol most nekem, mert ez a házszabályban kötelessége, hanem azért, mert a rendőrségi vizsgálat megállapította azt, hogy itt tömeges csalás történt, és a kihallgatások során bizony kiderült az, hogy a Fideszes
állampolgárok, a jobboldali állampolgárok egyöntetűen és egybehangzóan azt állították, hogy ők a Fideszre adták az ajánlásukat, és nem a szociáldemokrata pártra. Nézze, két héttel a kormány önigazoló népszavazása előtt nem mindegy, hogy a magyar ügyészségnek mennyire megbízhatóak, ezért újfent kérdezem öntől, legfőbb ügyész úr, hogy így október 2-a előtt mit kíván tenni még, ahogy nyilvánosan folyjanak ezek a vizsgálatok, és hogy mit tesz ön azért, hogy a Questor ügy, az NV és Kopasz ügy, de akár az MNB ügyet is említhetném, és a terézvárosi választási csalások kapcsán ne csak a közbizalom, hanem az ügyészség iránti bizalom is helyreálljon Magyarországon. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Egy perces viszontválaszra a legfőbb ügyész úré a szó, parancsoljon. Nehéz lenne egy percben az összes felsorolt ügyre válaszolni, amely a Questor ügyet említette, az bírósági szakban van, tehát úgy gondolom, hogy az egy igazi nyomozati sikerként és vádemelési sikerként könyvelhető el. Ami pedig ezt az ügyet illeti, remélhetőleg ki fog derülni, hogy mi történt benne, és az elkövetők, ha azonosítva lesznek, bíróság elé állhatnak ugyancsak. Megjegyzem, az eddigi adatok szerint 152 hamis aláírást, pontosabban hamis adatot lehetett azonosítani. Ez úgy történt, hogy valaki megszerezte az ajánlóívet, átmásolta a neveket, és utána aláírta. Tehát körülbelül ez lehetett a bűncselekménynek a menete, az elkövető, tehát nem 152 ember, hanem valószínűleg ennél jóval kevesebb. Persze ez a 152 se biztos, hogy végleges szám. Megnyugtatom, hogy a végére fogunk járni. Köszönöm szépen. Köszönöm.